Omladozó vakolat, régi nyílászárók, rossz állapotban lévő tetőszerkezet. 2017 év elején még ilyen állapotban volt az egykor szebb napokat is látott Páfi Illa. Az önkormányzat az épület sorsának eldöntésekor két lehetőség közül választhatott. Vagy eladják az épületet és magáncélt szolgált volna, vagy pedig megtöltik közösségi funkcióval, így a városban több helyen önkormányzati bérleményekben működő civil szervezetek egy helyre költözhetnek, ezzel pedig a villát is megmentik. Az utóbbi lehetőség mellett döntött az önkormányzat, így 2017 júniusában meg is kezdődtek a munkálatok. Elsősorban új tetőszerkezetet kapott az épület, valamint a beltér is megújult. A megújuló Páfi villát, új néven civilházat pedig ünnepélyes keretek között október 5-én adták át. Szerda délután pedig már a város civil szervezeteinek képviselőit várták az épületbe a civil kerekasztalra. A formális fórumot 2009 óta szervezik meg, ez alkalommal pedig a legfontosabb feladat az volt, hogy megismerkedjenek az érdeklődők a civilházzal. Az eseményen Iváncsics János vett részt, aki a civilház létrejöttéről, munkálatairól és jövőbeli működéséről számolt be az érdeklődőknek. Első körben azt mondtuk, hogy valami állapmegóvás kellene, hogy legalább a tetőt rendbe hozzuk egy kicsit, hogy ne romoljon tovább az állapota. És valahogy itt közben akkor jött az ötlet, hogy hoppá, akkor kellene csinálni egy civil házat, ahol állandóvakók meg civil rendezvények jöhetnek létre. Bár a civil házat hivatalosan nemrégiben adták csak át, néhány civil szervezet már beköltözött az épületbe. Ilyen az Újjáéledés Alapítvány, a Mozgáskorlátozottak Moson-Magyaróvári Egyesülete, valamint a Színosz Moson-Magyaróvári Helyi Szervezete, a Nagycsaládosok Életfe Egyesülete, a Fehérlósak Egyesület, a Delta Lakótelepi Sportegyesület, a Moson-Magyaróvári Makettező Klub, a 70-es számú Széchenyi István Cserkész Csapat, a Moson-Magyaróvári Telefonos Lelki Elsősegélyszolgálat, valamint a Moson-Magyaróvári Horgász Egyesület. Az 1932-ben alapított szervezet korábban az irodaházban kapott helyet, ők már a nyár folyamán beköltöztek a civilházba. Nagyon örültünk és megtisztelnek tartjuk, hogy ide jöhettünk. Remélem, hogy költséghatékony lesz. Nagyon tetszik az, hogy nagyon gondoltak az idősebbekre és a mozgássérültekre. És még egyszer köszönetet szeretnék mondani a polgármesternek, hogy igény tartotta a kérelmünkre. A Páfi villa felújítása csak nem 187 millió forint volt, ezt teljes egészében az önkormányzat finanszírozta. A munkálatok alatt cserélték a tetőszerkezetet, rendbetették a vizes blokkokat és az elektromos hálózatot, valamint akadálymentesítették az épületet. Így most már a civil szervezetek egy helyen rendezett körülmények között használhatják az intézményt. Egyrészt ez egy igazi készfogás a civilekkel, egy olyan gesztus, amit nagyon kevés város tesz meg, vagy enged meg magának, hisz 187 millió forintot költött az önkormányzat a Páfi villa felújítására, önerőből, tehát nem pályázati pénzből, mindezt azért, mert úgy láttuk, hogy a Moson-Magyaróvári civilek nagyon aktívak, és megérdemlik azt, hogy legyen egy olyan otthonuk, ahol különböző foglalkozásokat, rendezvényeket tudnak tartani. A civil szervezetek a Movinovon keresztül tudják a 34 négyzetméteres Páfi termet és a 60 négyzetméteres Manninger termet lefoglalni, majd pedig használni őket. A használat pedig némi költséggel jár a civil szervezeteknek, ez pontosan a rezsiköltséget jelenti majd a jövőben. Amennyiben bármelyik civil szervezetnek észrevétele van az új civilház működésével kapcsolatban, azt kérik, jelezzék az önkormányzat felé.